Nava Jönikó egy exkluzív interjút készített Angelina Jolie-val legújabb filmrendezése kapcsán, ami a kambodzsai népirtásról szól. A filmben egy kislány szemén keresztül éljük át a vörös khmer-rém uralom borzalmait. Az interjú rövid részlete után Nava Jönikót a Hello Hollywood műsorvezetőjét kapcsoljuk, egyenesen Los Angelesből, és kiderítjük, mi mindenről kérdezte még Angelina Jolie-t. Hogy választottad ki ezt a kicsi lányt a szerepre? Mert azon gondolkodtam, hogy én hogy választanám ki magamat, ha én lennék ebben a filmben. Engem nem avattak bele a folyamatba, de később találkoztam a kislánnyal, és meg kell mondjam, hogy Angelina Angie nagyon jó munkát végzett, mert ő tényleg egy nagyszerű kislány, nagyon tehetséges, hatalmas a képzelőereje és kíváncsi. Azt éreztem, hogy szeretem a lelkét, mert ilyen lélekre volt szükség ahhoz, hogy túlélje a háborút és elviselje az életét. Csodáltam őt, pedig sokkal fiatalabb nálam, de ahogy egyre több időt töltöttünk együtt, úgy éreztem, én is pont olyan szeretnék lenni, mint ő. Hogy találtad meg ezt a kislányt? Az egész országot végigjártuk a megfelelő kisgyerek után kutatva. Sok különböző élethelyzetben lévő gyereket megnéztünk. Aztán egy iskolában találtunk rá. Ott a gyerekek improvizáltak, játszottak és beszélgettek, mi pedig figyeltük őket. Megtudtam, hogy ő nagyon nagy szegénységben nőtt fel. Van egy nagyon erős apukája és anyukája, akik nagyon támogatták őt mindenben. És tudtam, hogy hatalmas lelki ereje van, mert támogatás meg szeretet veszi körül, de ismeri az élet sötét oldalát. Nava Jönikót, a Hello Hollywood műsorvezetőjét kapcsoljuk, aki Angelina Jolie-val készített exkluzív interjút. Szia, Nikó! Sziasztok! Na hát tudni lehet, hogy te azért elég közeli kapcsolatban vagy Angelina Jolie-val az utóbbi időszakban, hát komoly magánéleti válságon ment keresztül. Hogy láttad, hogy van most? Nem túl jól. Hát nagyon vékony, nagyon ideges. Hogyha egy kicsit majd jobban odafigyelnek a nézők, akkor figyeljék a kezét. Azt kérem, ahogy beszél, mert forgatja a gyűrűjét, folyamatosan piszkálja a körmét, mert látszik rajta, hogy nagyon feszült. Zavarban is van? Szeret erről a témáról beszélni? Nyilván azért kevésbé. Nem, erről a témáról nem szeret beszélni. Neked mondott valamit ezzel kapcsolatban, vagy említett valamit Brad Pitt-tel kapcsolatban? Igen, de kamerán kívül. És ezt nyilván nem fogod nekünk elárulni. Mennyire volt nyitott egyébként interjúadás tekintetében? Nagyon-nagyon. Hát az új filmjével kapcsolatban beszélgettünk, aminek az a címe, hogy először megölték apámat. Ez egy kambodzsai történet, és khmer nyelven, vagy nem tudom, kambodzsai nyelven beszél a film. És ott is rendezte, és a fia, a 16 éves Maddox, az executive producer, aki kambodzsai. Igen, akit egyébként ugye, amikor először járt Kambodzsába, akkor fogadott ugye örökbe. Hogy látod, hogy érzi magát ő a rendezői székben? Mennyire más változás ez neki mondjuk ahhoz képest, hogy filmvászon előtt van? Hát elég nagy változás természetesen. Ez a negyedik filmje Angelinának, amit rendez, és szerintem mostanáig ez a legjobb filmje, tehát most már kezd nagyon beletanulni. De nagyon érdekeset mondott erről a rendezéséről, mert azt mondta, hogy ennek a filmnek ő tulajdonképpen csak a pásztora volt, mert az igazi főszereplői és az igazi alkotói a kambodzsai emberek. Milyen személyiségű egyébként? Hogy tudnád leírni? Komplikált. Az mit jelent? Hát azt, hogy komplikált? Hát igen. Jelent, hogy komplikált. Világos, de hogy kevésbé nyitott, vagy nem, nem, ő nagyon nyitott, mindig mindenre válaszol, csak a maga módján. Nagyon ügyes, marketinges. Jó, kicsit beszéljünk a magyar vonatkozásról is. Egyedi Ildikó Testre és Lélekről című filmjét nevezi ugye Magyarország az Oscarra. Szerinted milyen fogadtatása lesz a filmnek? Azt nem tudom, de hogy Egyedi Ildikónak jó volt a fogadtatása Velencében, az egész biztos, mert ő az egyik zsűri tag, és hát azon vicceltünk az interjúban is többek között, hogy hát azért az, hogy
ő dönti majd el, hogy George Clooney kapjon-e díjat, vagy ne kapjon díjat, hogy ez elég érdekes. Láttad a filmet egyébként? Melyiket? A testről és lélekről. Igen. És hogy tetszett? Erről nem nyilatkozhatok sajnos, mert a Hollywood Foreign Press tagja vagyok, és a Golden Globe-ra szavazok. Tehát, mint szavazó erről, semmilyen filmről nem nyilatkozhatok sajnos. Nagyon szépen köszönöm neked, Anikó, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nagyon szívesen. És Hello Hollywood, holnap 23:50-kor, senki ne felejts el.